Sziasztok! Üdv ismét itt nálam az Almapapin. A mostani videóval a Menopauza világnapja alkalmából jelentkezem be, ami október 18-án lesz. Azt hiszem, hogy tavaly nem, de 2 évvel ezelőtt készítettem ezzel kapcsolatban egy videót, és most arra gondoltam, hogy ismét emlékezzünk meg erről a jeles dátumról. Egyébként megnéztem ezeket a világnapokat az interneten, és több keresőben is megpróbáltam fellelni, hogy ahol írtak ezekről, hogy milyen világnapok vannak, és rákerestem október 18-ára, illetve végignéztem az októberi hónapot, és képzeljétek el, hogy 3-ból 3-ban nem volt megjelölve ezt, hogy október 18-a a menopauza világnapja. Mindenféle más világnapok vannak egyébként a hónapban, de ez a világnap, ez valamiért kimaradt. Aztán, amikor így rákerestem, hogy a menopauza világnapja, akkor ugye mindenhol az október 18-a volt megjelölve. Tudom, hogy elég sok szó esik mostanában már a menopauzáról, a változókorról, klímaxról, nevezzük, ahogy szeretnénk, és ezen a csatornán is számos videót láthattatok a témával kapcsolatosan. Apropó, létrehoztam egy lejátszási listát is, tehát hogyha valaki viszonylag új a csatornán, vagy nem látta a nagyon régi videóimat, akkor hogyha erre a lejátszási listára rákattint, aminek a neve Almapapi Klímax stílusosan, akkor hát összeszámolt, hogy olyan 30 videó van benne, amit oda tudtam rendelni ehhez a lejátszási listához ebben a témakörben. Tehát a változókor menopauza témáját én már bizony körbejártam számtalanszor ezen a csatornán, illetve az ezzel kapcsolatos életviteli, életmódbeli javaslataimat is tulajdonképpen elétek tártam. Nyilván nem szakértői oldalról, nem vagyok a témának a szakértője, nem vagyok orvos, semmi ilyesmi, de mindenképpen, mint érintett nő, úgy gondoltam, hogy azért felszólok ebben a kérdésben. Ezekben a videókban tulajdonképpen azt láthatjátok, hogy én hogy gondolkodom a menopauzával, változókorral kapcsolatban, én hogy élem meg, éltem meg ezt a periódust, élem meg jelen időben egyébként, nagyon is. És hát hogy hogyan küzdök ezzel a kihívással. Úgyhogy én szerintem ez mindenképpen hasznos azoknak, akik még csak most lépnek ebbe a korszakba, és gondolom azoknak is, akik éppen keresztül mennek rajta, vagy akár már túl vannak rajta, azok számára egy ilyen aha élmény lehet az én tapasztalatsorom. Kérem most már, akár azóta is, hogy én ezt 2-3 évvel ezelőtt felkaroltam ezt a témát, nagyon sokan, illetve egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, tehát egyre több fórumban, egyre több csoport, ahol ugye részletes információkhoz juthat az ember, egyre több szakmai csoport is, és most már tulajdonképpen az orvosok is hajlandóak ezzel a kérdéssel foglalkozni külön, tehát klinikák, magánklinikákon mindenképpen van ilyen terület, úgyhogy oda lehet ezzel menni, az ezzel kapcsolatos problémákkal. Én igazából endokrinológushoz fordultam annó, és ő nagyon-nagyon sokat segít a menopauzát átvészelni, és hát ő az, aki tulajdonképpen az összes olyan vizsgálatot, ami ilyenkor szükséges, előírja számomra. Menopauza egyre több nőt érint hazánkban is, ahogy ugye öregszik a társadalom, tehát egyre jobban növekszik az átlag életkor. Azt lehet tudni, illetve egy tanulmány kimutatta, hogy több mint 50%-a a nőknek, tehát nem mindenki éli át a menopauzával járó kellemetlen tüneteket, de több mint 50%-a a nőknek igen, és hogy azok a nők, akik ugye belépnek a kritikus korba, azok ne úgy álljanak ezzel, tanácstalanul álljanak igazából a tünetek előtt. Tehát mindenképpen fontos arról beszélni, hogy mik lehetnek a tünetek, mik lehetnek a gyógymódok, miket lehet csinálni a tünetek enyhítése érdekében, és hát nem csak azért, mert ezek a tünetek kellemetlenek, hanem azért is, mert egészségügyi kockázatai is vannak a hormonváltozásoknak. Tehát ezt abszolút kell tudni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy borzasztó kellemetlen ugye a hormonális változás, hanem az is, hogy azzal, hogy az ösztrogén szint csökken, a petefészek működése leáll, és megszűnik a menstruáció. Az ezzel kapcsolatos hormonváltozásoknak számos
egészségügyi kockázata és következménye is van. Elemetlen tünetek mellett, mint a hőhullámok, alvászavarok, pszichés változások, hangulatingadozás, hüvelyszárasság, tehát ezek mellett komoly orvosi kockázatok, tehát egészségügyi kockázatok is vannak. A szív, elsősorban szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a kockázata, ami nem csak azért nő meg, mert ugye öregszünk, és ez a korral együtt előfordul, vagy a korral együtt növekszik ezeknek a kockázata, hanem ez bizony a hormonváltozásoknak a következménye is, a nőknél kifejezetten. És a másik pedig ugye a csontritkulás, ami szintén egy olyan fontos dolog, amivel számolnunk kell. Megnövekszik a merrák és a petefészekrák kialakulásának a kockázata is. Mindenféleképpen 40 éves kor fölött rendszeres orvosi vizsgálatokra szükség van. Elsősorban ezeken a területeken. Mammográfia, méhnyakrák szűrés, nagy labor, rendszeres pajzsmirigy hormonvizsgálat, illetve nemi hormonoknak a vizsgálata, fogászat, melanóma szűrés, vastagbél szűrés, és hát kardiológia természetesen. És itt a menopauza világnapi alkalmából ismét megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem nektek, hogy velem vagytok, hogy ilyen régóta velem vagytok, és ezért egy kis nyereményjátékra gondoltam. A Koszi Bella volt olyan kedves, és küldött egy pár olyan terméket, ami kiváló az érett hölgyeknek a bőrére, tehát a korunkbeli nőknek a bőrére, és ezeket szeretném köztetek kisorsolni, plusz egy kis apró olyan ajándékot, amit még én magam is ehhez hozzátennék. Tehát arra gondoltam, hogy most egy nyereményjátékot hirdetnék itt a csatornán, és a feltételeket le is írom egyébként ide a videó alá, de gyorsan el is mondom, és utána természetesen bemutatom a termékeket. A feltétel az, hogy legyél feliratkozva erre a csatornára, lájkold ezt a videót, írd meg ide kommentben a videó alá, hogy számodra mit jelent a menopauza, bármit lehet erről írni, hogy keresztül mentél rajta, vagy sem, érezted-e, hogy egyáltalán benne vagy, vagy sem, és hogy számodra ez egyáltalán téma-e, vagy sem, mert ez is érdekel. Tehát nem kell hosszasan, de egy mondatot, vagy maximum két mondatot, hogyha erről írsz, annak örülök. És oszd meg ezt a videót minél több emberrel, hogyha tudod. A nyereményjáték október 23-áig fog tartani, és addig fogom jelezni itt a csatornán, illetve Facebookon, és lehet, hogy Instagramon is, hogy mikor fogok és hogyan sorsolni. Akkor most jöjjenek a termékek, amiket ki fogok sorsolni. Az első a Skintrától, a Hagi Your Skin. Ez egy kíméletes szemkörnyék és arctisztító emulzió. Ebből én is kaptam egyet, és már ki is próbáltam, ezt korábban még nem próbáltam, de ezt már azóta a sajátomat kipróbáltam, és nagyon-nagyon jól működik, nagyon kellemes a bőrre. Úgyhogy ezt lehet megnyerni, ez az első ilyen termék. Ez minden bőrtípusra alkalmas, beleértve a száraz és irritációra hajlamos bőrt is. Enyhe tisztítóanyagokon alapul, hatékonyan tisztít, miközben támogatja a természetes hidrolipid gátat, felfrissíti és megnyugtatja a bőrt. Ilyen dolgok vannak benne, hogy ugye szkalánt és szőlőmagolajat tartalmaz, tehát ugye kicsit be kell nedvesíteni az arcbőrt, ezt felvinni, ezt szétmasszírozni rajta, ezt mindent leszed róla, és akkor utána lemosni. Nagyon enyhe tisztítóanyagok vannak benne, ugye szkalánt, szőlőmagolaj, szaharid, izomerát és allantoin. Ez 200 ml-es kiszerelésű, tehát elég nagy. A következő termék nem más, mint az Everything What Your Skin Will Love 200 ml-es kiszerelésben, nekem 100 ml-es van, használom már egy ideje, nagyon-nagyon szeretem, nagyon jó a bőrömnek reggel is, felváltva szoktam reggel vagy este használni, ez egy prebiotikus bőrápoló tonik tulajdonképpen. Következőket tudja. Ez egy krémes tonik, amely nem csupán a bőrünk fiziológiás pH értékének helyreállítására szolgál, több funkciós összetevőkön alapuló, több funkciós alkalmazással rendelkezik, ultrakönnyű emulziós formulájának köszönhetően krémként is használható, igen, tehát ez egy kicsit ilyen átmenet a tonik, tehát a szérum és a krém között érzésre, úgyhogy ezt én csak ajánlani tudom, mert én ezt már nagyon régóta használom. A termék pedig szintén a Skintrától a Rich Coat, ez egy fényvédő krém, ezt én még nem próbáltam, de én is kaptam belőle, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Kifejezetten ajánlották az érett bőrre, úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok. Ez egy széles spektrumú fényvédő és antioxidáns krém, 50 ml-es kiszerelésű.
sok mindent tartalmaz, C-vitamin, kémiai szűrők, stb. Tehát emulziós állagú krém arcra, szemkörnyékre és az egész testre, a fényvédelem és az aktív öregedésgátlás kombinációja, szaténos kivitelt hagy a bőrön, anélkül, hogy fehérítené azt. A krém évszaktól függetlenül nagyon magas védelmet nyújt az UVA és az UVB sugárzással szemben, széles sugárzási tartományban. Ezen kívül a felhasznált összetevők aktív védelmet nyújtanak a kékfény és az infravörös IR sugárzás negatív hatásai ellen, valamint a szabad gyökök és a korai öregedés ellen. Ezúttal is szeretném még egyszer megköszönni a Kozi Bellának ezt a nagyszerű ajándékcsomagot, és amivel én ezt a kis nyereményjátékot még kiegészíteném, az még egy termék, ez pedig, amit már szerintem mondtam nektek korábban, hogy az én kedvenc színezett hidratálóm, a Number 7-től a Shield and Defend színezett hidratáló, ez light árnyalatban, egyébként ez is fényvédős, úgyhogy ezt is kisorsolnám, illetve ez is a csomag részét képezné. Szeretnélek még egyszer bátorítani benneteket a játékban való részvételre. Azt szeretném viszont kérni, hogy csak azok kommenteljenek most ezúttal ez alá a videó alá, akik szeretnének részt venni a játékba. Egyébként minden kommentet nagyon szívesen fogadok, de itt most szerintem ez egyszerűbb, hogyha az kommentel, aki részt is szeretne venni ebben a játékban. Úgyhogy szeretném megköszönni még egyszer, hogy velem voltatok ebben a rendhagyó videóban, és találkozunk legközelebb, vélhetően a legközelebbi vlogban. Sziasztok!